Szeretettel köszöntelek az ELTE Karrier Központ érettségi előkészítő második előadásán. Ebben a videóban informatika tanárunk Szabó Katalin segít eligazodni az informatikát felváltó digitális kultúra érettségivel kapcsolatban. Tudni szeretnéd, mi változott, mik a hasonlóságok, mik a különbségek, mik a követelmények? Nézd meg videónkat, és tudd meg, mi fánterem az emelt szintű digitális kultúra érettségi. Köszöntök mindenkit! Ahogy előttem is elhangzott, ebben a videóban összegyűjtöttem nektek az informatika érettségi változásait. Ezek a változások a 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól lesznek érvényesek. A videóban áttekintjük a vizsgakövetelményeket, és beszélni fogok külön a szóbeli és a gyakorlati vizsgarészekről. Lássuk elsőként az általános kompetenciákat, amelyek ugye arról szólnak, hogy milyen képességekkel, készségekkel kell rendelkeznetek ahhoz, hogy ezt az érettségit sikeresen teljesíteni tudjátok. Digitális kultúra tantárnál ez két kompetenciával egészült ki, az operációs rendszerek hálózati szolgáltatásainak használata, illetve a digitális eszközök integrált használata. Tartalomorientált kompetenciáknál is történt változás, ezek ugye arra vonatkoznak, hogy milyen tartalmi követelmények vannak a vizsga során. Itt kikerült a követelmények közül az információs társadalom, a hardware, a szoftver, illetve a könyvtár használat. Nem is igazán kikerült, hanem inkább arról van szó, hogy ezek integráltan jelennek meg a továbbiakban. Fontos kiemelni, hogy ahogyan korábban is, amit a középszinten elvárnak, azt az emelt szinten is tudni kell. Az emelt szinten nyilván vannak kiegészítések, ezekre majd mindig fel fogom hívni a figyelmet. És akkor most lássuk az egyes vizsgarészeket. A szövegszerkesztésnél nem történt jelentősebb változás. Megjelent ugyan a dokumentumok fájlba nyomtatása, ez ugye azt jelenti, hogy tudnotok kell például PDF-be elmenteni egy fájlt, illetve emelt szinten továbbra is plusz tudásként jelenik meg az, hogy képesnek kell lennetek nem csak a beépített stílusok használatára, hanem új stílusok létrehozására is, ezeknek a módosítására és használatára a szövegszerkesztő programon belül. Ezen felül ismernetek kell a kördokumentum készítésének menetét is, ezekben nincs újdonság. A számítógépes grafika és képszerkesztés önálló egységként jelent meg most a digitális kultúra érettségiben, ez ugye korábban nem így volt. Nem csak a képek megnyitására, egyszerű módosítására és újra elmentésére kell képesnek lennünk, hanem ismernünk kell például raster grafikus ábrák készítését, ezen túl ugye vektor grafikus ábrákat is készítenünk kell, ezekhez tudnunk kell használni egy-egy raster grafikus képek készítésére alkalmas programot, illetve egy vektor grafikus ábrák készítéséhez alkalmas programot is, valamint az ábrák készítéséhez ugye a rétegek használatát is el kell sajátítanunk. Tudnunk kell képeket vágni, képrészleteket kivágni, forgatni a képeket, torzítani éppen, vagy retusálni, tehát sokkal komolyabb képszerkesztési feladatok várhatóak a digitális kultúra érettségiben. Bemutató készítés témakörében nem történt nagy változás, megjelent az, hogy a vizsgázónak ismernie kell a vetítésre vonatkozó beállításokat, és ezeket ugye képesnek kell lennie beállítani, ezeket használni, illetve továbbra is követelmény a diamintának a használata, ott a beállításoknak az ismerete, ezeknek az elvégzése. Jól lássuk a táblázatkezelést. Itt is követelmény már az, hogy a munkánkat fájlba tudjuk nyomtatni, tehát például PDF fájlba, illetve ugye emelt szinten korábban is ismernünk kellett már az adatbázis kezelő függvények használatát és a feltételes formázást, ezek továbbra is megmaradtak. Ami újként jelenik meg, az a képletekben a különböző tartományokra a nevükkel való hivatkozás. Talán az adatbázis kezelés az egyik olyan témakör, ahol a legtöbb változás történt emelt szinten.
Korábban is tudnunk kellett tetszőleges függvényeket alkalmazni csak a leírásuk alapján, akár olyanokat, amelyekkel korábban nem találkoztunk, illetve ugye egy problémát megoldani mondjuk egy allekérdezés segítségével. Megadtak egy kódrészletet, megadták az allekérdezés helyét, és ezt megtehettük, hogy az allekérdezést elkészítjük SQL kód segítségével, vagy pedig a lekérdezés tervező rács használatával is. Azonban most itt az adatbázis kezelésnél kifejezetten az SQL nyelv használatát várják el tőlünk, ami azt jelenti, hogy minden elemét ismernünk kell, és így változott a felhasználható program is, amivel dolgozunk az érettségi vizsgán. Adatbázis kezelésnél viszont kikerült az űrlap és a jelentés készítése, tehát elsősorban a táblák feltöltését, ezeknek a kapcsolatainak a beállítását és a lekérdezések készítését kérik tőlünk számon. Itt is látszik a különbség ugye a középszint és az emelt szint között. Emelt szinten már inkább valóban a kódolást várják el tőlünk, míg középszinten ugye az eszköz használatot. A weboldal készítés témaköre ugye 2024-től már csak az emelt szintű vizsgán jelenik meg, középszinten ez már nem követelmény, és fontos kiemelni azt, hogy itt is elvárják tőlünk, hogy kódoljunk, ugyanúgy, ahogy az adatbázis kezelésnél, tehát már nem elfogadott olyan szerkesztők használata, mint például a Composer vagy a CMonkey, hanem a Notepad++-t vagy esetleg a Visual Studio kódot kell alkalmaznunk. Ehhez ismernünk kell ugye a HTML nyelv minden elemét, és természetesen stíluslapok használatát is el kell sajátítanunk. Algoritmizálás, adatmodellezés, illetve programozás témakörében is nagyobb változás történt. Nagyon sok követelmény átkerült már a középszintre, ez azt jelenti, hogy középszinten is van programozási feladat a gyakorlati vizsgán, sőt a szóbelin is, de erről majd később fogok beszélni. Már középszinten is elvárás, hogy a vizsgázó képes legyen egyszerű adatszerkezetek használatára, véletlen értékek előállítására, szöveg és sorozat használatára. Emelt szinten ezen felül ismernünk kell a többdimenziós adatszerkezeteket, és összetett adattípusokban különböző típusú adatok tárolását is. Ugye emelt szinten nem csak az algoritmusok mondatszerű leírását kell elvégeznünk, hanem megadott algoritmust módosítanunk is kell. Tisztában kell lennünk a különböző programozási tételekkel. Emelt szinten a kiválogatás, a rendezés, a szétválogatás, a metszet és az unió típusú algoritmusoknak a használata az, ami pluszban megjelenik, tehát ezeket emelt szinten kell tudnunk alkalmazni. És ugye itt már összetett problémák megoldására is képesnek kell lennünk, tehát ezeket a típus algoritmusokat esetenként egymásba kell építenünk, és ismernünk kell a rekurzió fogalmát is. Programozás feladat részben középszinten már elvárják azt, hogy képesek legyünk különböző változó deklarációkra, be- és kiviteli utasítások írására, alapvető program szerkezeteknek a megvalósítására. Tudnunk kell parancsori alkalmazást is készíteni, ami azt jelenti, hogy a képernyőre kiküldeni egy üzenetet, a felhasználótól bekérni egy változóba valamilyen értéket, és utána azzal ugye a programon belül tovább dolgozni, és üzenetet küldeni a felhasználó számára, hogy mi lett a művelet végzésnek az eredménye, ez szintén ugye a képernyőn keresztül. Ez ugye azt jelenti, hogy itt megfelelően kell kommunikálnunk a felhasználóval, egyértelműen ki kell írnunk, hogy mit várunk el tőle, és milyen adatot adjon meg. Például mondjuk, ha azt szeretnénk, hogy bekérünk két számot, és ezeket később összeadjuk, akkor írjuk ki például azt, hogy adja meg az első számot, adja meg a második számot, ugye nyilván a felhasználó ilyenkor ezeket begépeli, egy enter után a programunkban ez eltárolódik az adott változóban, és a végén pedig írjuk ki az eredményt. Kiírjuk, hogy az összeg
kettős pont, és megjelenik az eredményünk. Jó, emelt szinten ezen felül képesnek kell lennünk függvényeket írni, állománykezelő műveleteket megvalósítani, például egy adott rekurzív algoritmust lekódolni, ezt esetleg módosítani, hogyha szükséges, használni a program különböző részeiben. Ezen kívül szöveges állományokkal is tudnunk el műveleteket végezni, tehát fájlokat kell kezelnünk, szöveges fájlokat, ezekből az adatokat beolvasni, azokkal dolgozni, fájlba kiírni az eredményt, és így tovább. Középszinten elvárják, hogy ismerjük ugye a fejlesztő környezetet, amelyben dolgozunk, és annak az eszközeit tudjuk használni, és természetesen fontos az, hogy a programunknak a helyes működését is tesztelni tudjuk. Itt a tesztelés az történhet például úgy, hogy különböző adatokat adunk meg, és megpróbálunk ugye minden teszt esetet lefedni, végignézzük ugye a kódot, hogyha esetleg olyan hiba van benne, hogy nem fut végig a program, akkor megnézzük a kódot, hol ronthattuk el. Ebben ugye a fejlesztő környezet segít nekünk, hiszen általában kiírja, hogy melyik sorban van hiba, a kódrészletnek a melyik sorában, illetve a kód melyik sorában. Viszont emelt szinten ott már nyomkövetéssel kell tudnunk tesztelni a programunkat, és akkor most eltérnék a vizsga részeire. Látjuk ugye, hogy középszinten történt némi változás a pontszámban, az időbeosztásban nem, de a pontszámban igen. Középszinten ugye a gyakorlati vizsga részre eddig 120 pont volt szerezhető, most már 100 pont, a szóbelinél viszont megemelkedett ez a pontszám, ugye oda került át az a 20 pont, 50 pontot lehet szerezni a szóbelin. Emelt szinten ilyen változás nincsen, tehát ugyanannyi időnk van a gyakorlati feladatokat megoldani, illetve a szóbeli vizsgán is ugyanúgy 20 percet beszélhetünk, 20 perc van a feladat megoldásra, és a pontszámok is változatlanok. Viszont a gyakorlati és a szóbeli vizsga menete, az, hogy ott milyen feladatokat kell megoldanunk, ez viszont változott. Az emelt szintű gyakorlati vizsgán arra készüljetek, hogy három feladatot kell majd megoldanotok. Az első és a második feladat közül választhattok, ti döntitek el, hogy melyiket szeretnétek megoldani. Tehát dokumentum készítést vagy táblázatkezelést választotok. A dokumentum készítés az lehet egy bemutató elkészítése, lehet egy szöveg megszerkesztése, lehet egy weboldal elkészítése, és persze ezeken belül megjelenhet akármilyen grafikai feladat is. De hogyha nem ezt szeretnétek, ugye nyilván megnézitek a két feladatot, összehasonlítjátok, melyiket találjátok szimpatikusabbnak, és hogyha a dokumentum készítés annyira nem tetszik, akkor választhatjátok a táblázatkezelést is. Erre mindösszesen 35 pontot szerezhettek. A harmadik feladat az adatbázis kezelési feladat, ahol SQL nyelven kell kódolnotok, és erre most már ugye 35 pont szerezhető. A negyedik feladat pedig egy algoritmizálási és programozási feladat, ugyanúgy, ahogy eddig is, ez az utolsó feladat, itt pedig 50 pontot gyűjthettek. A dián találtok egy QR kódot, amelynek segítségével eljuthattok a már elkészült mintafeladat sorhoz, az Oktatási Hivatalnak a honlapján. Itt ne lepődjetek meg, hogy az első feladatból kettő van, hiszen szerették volna, hogyha minden féle dokumentum készítési példára láttok mintát, tehát ott majd szerepelni fog egy bemutató készítési feladat, illetve egy weboldal készítési feladat is, de nem kell kettőt megoldani, abból is csak ugye egy fog szerepelni a vizsgám. A gyakorlati vizsga után lássuk akkor a szóbeli vizsgarészt. Kihúztok majd egy tételt, amelynek két része lesz, egy A és egy B része. Az A részben egy témát kell kifejtenetek, összefüggően, erre kaptok majd felkészülési időt, készíthettek vázlatot hozzá, illetve a B részben pedig egy vagy több programozási feladatot kell megoldanotok. Lesz majd a teremben egy internetkapcsolattal rendelkező számítógép és egy olyan számítógép, ami nem rendelkezik internetkapcsolattal. Nyilván majd megmondják, hogy melyiket használhatjátok a feladat elkészítéséhez. Ezt a feladatot már a felkészülési idő alatt meg kell oldanotok.
tétel tartalmi részére 18 pontot szerezhettek összesen, 8 pontot az A részre, és 10 pontot pedig a B részfeladatra. Nem csak azt fogják pontozni, hogy milyen a tudásotok, hanem a tételetek, a mondandótok logikai felépítését is értékelni fogják, tehát nagyon fontos az, hogy ne ugráljatok össze-vissza, hanem szépen pontról pontra haladjatok. Értékelni fogják azt is, hogy ismeritek-e a szaknyelvet, használjátok-e a szakkifejezéseket, hogyan fejezitek ki magatokat, erre is 4 pontot szerezhettek. Nagyon fontos az, hogyha a vizsgáztató kérdez tőletek valamit, akkor kommunikatívak legyetek, válaszoljatok, és a válaszaitokban használjátok természetesen a szaknyelvet. Látjátok, hogy jelentős változások történtek a vizsga követelményeiben, a szóbeli és a gyakorlati vizsgarészben, de ettől függetlenül nem kell megijednetek, a vizsga teljesíthető, úgyhogy várunk titeket szeretettel itt az előkészítőn.